Tegnapi nap folyamán arról beszéltünk, hogy egy igazi hullámvasutat jártatok be, hiszen az Eger Rallynak volt olyan időszak, amikor te voltál az első és vezeted a futamot. Utána a hetedik helyről küzdötted föl magad ide a harmadik helyre. Milyen érzések, gondolatok kavarognak benned ezzel kapcsolatban? Legjobban az bánt, hogy kaptunk egy defektet az első nap. Az vidít, hogy a második nap az időeredmények alapján második helyen lennénk. Biztos, hogy másképp versenyeztünk volna, hogyha nincs az a defekt, és sokkal jobban küzdöttünk volna azért, hogy nyerjük a ezt a második napot. Én úgy érzem, hogy tudunk gyorsulni és gyorsabbak lenni. Miskolcon megpróbálunk mindent az elejétől fogva 100%-ig odafigyelve, hisz az autó az tökéletes arra, hogy versenyt nyerjünk vele. A legfrissebb autó, ezt Fordiknak nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen autóval mehetünk. Ez most csak rajtunk múlt, hogy itt vagyunk a harmadik helyen. Akkor erősíts meg abban, hogy jól értem-e, hogy a Miskolc Rallyn is ezzel a Subaru 12 B-típusú autóval fogsz rajthoz állni. Igen, így van. Hát ezt úgy gondolom, hogy nem csak jó magamnak, hanem a rally kedvelőknek is egy óriási hír, és nagyon bízom benne, hogy a Miskolc Rally az a te értékítéleted szerint még eredményesebb és jobban fog sikerülni. Úgy legyen. Startautóra Eger Rallyn, ami egyben nektek szintén nyitófutam volt a szlovák bajnokságban is. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen hétvégén vagy túl, hogy érezted magad, mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Nagyon jól éreztem magam, és nagyon elégedett is vagyok, mivel a szlovák mezőn megnyertük egy ilyen 50 perc előnye, ami azt hiszem, hogy nagyon jó. És tulajdonképpen az első gyorsági szakadtól semmi gondunk nem volt egész a végéig. Az első gyorstól bírtuk nyerni a szlovák mezőnyt, és a tegnapi napot 35-40 másodperccel zártuk le előnnyel, úgyhogy a mai utolsó négy gyorsági szakaszt tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mivel sok a felhordás a pályán, úgyhogy csak a nézőknek szántam az egész napot. Arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen 150 kilométert meghaladó verseny után milyen élményekkel gazdagodtál az új autóval kapcsolatban? Mindig azt mondják, hogy jó autóhoz nagyon könnyen hozzá lehet szokni, ez így is volt, mivel az első gyors után már éreztem, hogy nagyon jó az autó, és természetesen gyorsan, jobban mindig a kezembe volt ez az autó, de meg kell mondjam, nagyon jó volt, és nagyon jó a kezembe kaptam már az elején. Hogyan tovább, mikor versenyzel legközelebb? Egy hónap múlva nálunk a Prešov Rally, nagyon rég óta már nem megyen, úgyhogy új lesz megint minden versenyzőnek, úgyhogy nagyon örülök neki. Azt mondtad, hogy egy új autót, egy jó autót könnyű megszokni, akkor én meg úgy gondolom, hogy te meg ne szokj el az első helyezésektől, és a teljesítményeddel ezt vívd ki magadnak minél többször. Köszönöm. Egy második vagy harmadik vagy? Hát az idő szerint második vagyok, úgyhogy örülök ennek az eleménynek. Nagyon jó volt ez a mai nap is. Pont annyival voltunk gyorsabbak a harmadiknál, mint tegnap. Tehát most egy nagyságrendileg ilyen egy perces különbség van köztünk. Ez a hosszú gyorsra úgy gondoltam, hogy ez nem fog nekem jól menni, és ez mégis jól sikerült. A Tarnaszent már egy kicsit defekt veszélyes volt, erre mind a két alkalommal nagyon elspóroltam a dolgot. Ez látszott az időeredményen is, de legalább nem kaptunk defektet. És körülbelül a többiekkel egy időt tudtunk menni. Hát itt az Asi volt, aki kimagaslóan jól ment ezen a Tarna-Szentmárián, tehát akitől nagyon sokat kaptunk itt. A többin is, de itt főleg. De gondolom, hogy nem figyelt annyira ezekre a defektes, veszélyes dolgokra. Hát majd legközelebb nekünk is kell, mert a Zsigurina engem se érdekelt nagyon ez a dolog ennyire. Hát ez a következő alkalom, az már talán itt van a kert alatt, hiszen ma-holnap már a 16. Miskolc Rallyra kell, hogy készüljetek. Véleményed szerint jó ez nektek pilótáknak, hogy szinte
két-három hetente versenyre kell menni, vagy inkább te széthúznád ezt a versenynaptáros dolgot? Hát igazából szerintem ez anyagilag terheli meg a csapatokat, hogy ezért nagyon, tehát azért nem kevés pénzben van ez. A versenyből való kizökkenés szempontjából úgy gondolom, hogy biztos, hogy jó. Hát annak van nagy gondja, akinek esetleg töret van az autójával, ugye az nehezen tudja megcsinálni. Mondjuk a Miskolci rallyra, meg amikor Zsigulival mentünk, nagyon jól szerepeltünk mindig. Ez a Mitsubishi is történetben, meg volt egy gyorsan is két defektet kaptunk. De hát ez igazából szerencse kérdése is, jó pályafelírás kérdése is, stb. Maradjunk annyiban, hogy nem tudom, hogy végig gondoltad már azt, hogy az országos rally bajnokság második helyén álltok? Hát igen, ez érdekes dolog, de igazából látod, hogy itt állunk a dobogónál, és ezek az autók is itt vannak, ezek a VRC-k, és végül is ők a rallinak a csúcsa még jelen pillanatban is. Most, hogy itt papírforma szerint van ilyen magyar bajnokság, meg nyílt bajnokság, ez igazából egy papírforma, az én véleményem szerint. Belső megnyugvása nekünk jó, hogy tudunk célba érni, de a tények azok, hogy nem tudom, mondjuk a 10-ben ben vagyunk az abszolútban, nekem ez már nagyon jó. A tények pedig arról szólnak, hogy második helyen végeztetek, én ehhez csak gratulálni tudok, és azt kívánom, hogy ahányszor csak lehet, ezt tessék szíves lenni megismételni. Köszönöm szépen. Gazdagodtam, amikor beszéltem a csapattal, és azt mondták, hogy Andrisnak második helyen végzett.